Magyar Falu Program keretében megépült ez a 0,8 kilométeres útszakasz egy év alatt a Tiszarofi és a Tiszaburai út között. Tiszarof szempontjából nagyon fontos ez a kicsi útrész is, hiszen a Tiszató felé a 4-es úton keresztül nagyon sokan közlekednek, és rajtunk keresztül mennek át, ezért idegenforgalmi szempontból is nagyon fontos, hogy jó minőségi útjaink legyenek. Én nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak, nagyon szépen köszönöm a kormánynak, hogy ebben a nehéz, válságos időszakban sem feledkezik el a vidékről, nem feledkezik el Tiszaroftól, ilyen kis településről, és számíthatunk rájuk. Köszönjük szépen! Ahogy polgármester asszony is mondta, a Magyar Falu Program keretében sikerült felújítanunk 125 millió forint értékben a 3216-os jelű utunk 0,8 km hosszúságú szakaszát. Cégünk a marást követően új kötő és kopóréteget építetett be a Strabel konzorciummal, valamint ezen a szakaszon az árkok tisztítása, illetőleg profilozása is megtörtént. Új burkolatjelek kerültek felfestésre a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Ezúton szeretném megköszönni mind a közutas kollégáknak, mind a kivitelezőknek, hogy munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a mai napon átadhatjuk ezt a közlekedési létesítményt. A felújított útszakasz használatához balesetmentes közlekedést kívánok! Tisztelt polgármester asszony, tisztelt kivitelezők, megrendelő! Nagyon örülök annak, hogy fejlődik a térség, a Tisza mente. Olyan tartozásokat pótoltunk, amely évtizedes elmaradást volt itt a térségben. Örülök annak, hogy látható módon javulnak az utak, javul a közlekedési helyzet. Én bízom benne, hogy ez a munka folytatódni fog, és minél több felújított, javított utat tudunk átadni itt a környéken, itt az Alföld közepén. Én mindenkinek jó munkát kívánok, és gratulálok az eddig elvégzett munkához. Átadnék úgyhogy egy nagyon ilyet, úgyhogy emléket, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget, és reméljük, hogy lesznek még ilyen berészünk. Hát bízunk benne. Ugyanis, mint itt van a fegyvernek jó út is, ugye? Igen. Az is nagyon ráfér, hogy ekkora ugyanilyen hasonló felújítás lenne, mert ugyanis még az katasztrófa, mint ahogy tapasztaljuk is. De bízunk abba, hogy az is el fog rövidesen jönni, az az időszak is, hogy az meg lesz. Jó egészséget! Köszönöm!